Megkönnyíti a biciklisek dolgát a Csongrádi Sugárút kifelé vezető kerékpárút szakasza. A mostani beruházás eredményeként önálló kerékpársávban közlekedhetnek, nem kell felmenniük a járdára. Egyúttal megszüntették a jobboldali buszsáv jelölést, mert olyannyira feltorlódtak korábban az autók, hogy az a közösségi közlekedést hátráltatta. A buszok és trollik a jobbra kanyarodó sávban haladhatnak. A fejlesztésre 9 millió forintot költöttek. Közbeszerzési eljárás folyik az Algyő felé vezető út kerékpárhálózatának fejlesztésére is. A munkálatok várhatóan jövő év első felében készülnek majd el. Tarján széle és az Acél utca között ott különvezetett kerékpárút kerül kijelölésre, illetve építésre. Acél utca és a Bástya sor között pedig a meglévő szervizúton lesz jelölve a kerékpáros közlekedés, és így gyakorlatilag most már Algyóig folyamatos kerékpáros kapcsolat lesz. Itt a beruházás elindításának már csak egyetlen akadálya, hogy központi jóváhagyást kell kapjon, mint 300 millió forint fölötti beruházás. Ez már a Sándorfalvi út. Itt még május végén adták át a munkaterületet, hogy a két várost közel 7 kilométernyi kerékpárúttal kössék össze. Bár a nyári esőzések nem tettek jót a munkálatoknak, kisebb csúszással számolnak, de jelenleg az egynegyedénél, az alépítménynél tartanak. A tervezett befejezési határidő november közepe.